ezt a mesét a Jedlik Ányos Gimnázium 5. A osztálya küldi neked a KNH Gyógyvarázs Mese Doktor programon keresztül. Gyógyulj meg minél hamarabb! Volt valamikor régen egy özvegyasszony, Venturné volt a neve, büszke, gőgös asszony volt, a szegény emberekkel szóba sem állott. Egyszer csak kiült a háború, és Venturnének is az egyetlen fia elmegy háborúba. Megijedt a gőgös asszony, mi lesz vele, ha ellenségük rá? Bizony, meg nem védi a földnépe. Pedig az ellenség történhetett erősen, mert éppen a határon volt a kastélya, Benet mellett. Gondolta magában, épített egy olyan várat, hogy azt ugyan semmiféle ellenségben nem veszik. Összerendelte a jobbágyait, és azok szegények izzadtak éjjel és nappal, hordták a követ, meszet és a vizet a hegy tetejére, nem volt pihenésük, míg a várat földön építették. Tehát volt az idő, Venturné fia még mindig oda volt a háborúban. Már sok-sok esztendő telt el, mikor jött a staféta, s jelentette a nagyasszonynak, hogy közeledik a fia, ne búsuljon, ne ébenődjék. Egyszerűen befogadott Venturné aranyos mintajába hat lovat, s elejébe hajtatott fiának. Hát jött is az, éppen vásárhely végén találkoztak össze. Aztán mentek együtt a hintóban hazafelé. Már messziről meglátta a fiú a várat, s kérdezte az anyjától. Ki jött a vár, édesanyám? Hát kié volna, ha nem az enyém, mondta Venturné nagy büszkén. Na bizony jó volt, mondta a fiú, hogy várat építetett édesanyám. Sokat dúsultam, míg oda voltam, hogy az sincs, ahová menekedjék. Hely, fiam, nem féltem én, dicsekedett Venturné. Olyan vár az, hogy még az Úristen sem veszi be. Anyám, anyám, szólt a fiú, ne kísértse az Isten haragját. Mit beszélsz egy gyára? Azt hiszed, hogy van Isten, aki ezt a várat bevegye? Anyám, mondta a fiú, engedje meg nékem, de én félek az Isten haragjától. Azzal leszállott a hintóból, felült a paripájára, s visszafordult. Hová még? Kérdé Venturné. Vissza, anyám, vissza, én abban a várban be nem megyek soha. Hát eredj, te nagy vitéz, ne is lássanak! Ebben a pillanatban rettentő égi háború támadt, hogy ég, föld megrendült belé. Hajts, hajts! Kiáltott Venturné a kocsisnak, de a lovak visszahőköltek nagy orkanással, egy lépés sem mentek elég. S hát egyszerűen csak megbúrult a vár, elkezdett dülöngélni, s kő kövön nem maradt. El se telte az Isten haragja.